Miért van az, hogy kint akarok felvenni egy videót, most konkrétan ezt a videót, és így... Hát várj, megmutatom. Szóval így... Tehát, hogy ilyen esik és havazik egyszerre. Akkor dönts már rá, hogy havazol vagy esel? Azért ennyire ne. Szóval, halló lányok és srácok, ez itt az egyik kedvenc fajta videótok. Gondolom mindenki látott már reklámokat a tévében, ahol bizonyos termékeket szoktak így reklámozni. És tudjátok, mindig az van, hogy a hamburger olyan nagy, az alma mindig piros, és szinte teljesen ilyen szürreális dolgok vannak benne. Úgyhogy 10 dolgot fogunk megnézni, amelyet az ilyen reklámozó cégek használnak azért, hogy szebbnek nézzenek ki a kaják. Közben valójában nem is olyanok. Tehát ezen a képen azt látjuk, ahogy valaki egy sprét fúj ugye az eperre, meg az almára. Na ezt találjátok ki, hogy micsoda lehet. Megvan? Dezodor. Tehát ahhoz, hogy a bizonyos gyümölcsök fényesebbnek, ergo frissebbnek tűnjenek, és már fut össze a számba a nyál. Hát konkrétan forgatás előtt megfogják és a dezodorral így... Ez nem is dezodor, és belement a számba. Na és most az egész időt ilyen illatba kell felvegyem. Szóval dezodor, de ez nem azt jelenti, hogy utána meg is lehet enni. Mert ha megeszed, akkor... Következő! Na jó, ez... Mi? Hagyjál már! Ez most komoly. Az előbb ugye említettem a hamburgereket, és hogy milyen szépen szoktak kinézni bizonyos reklámokban. Na most itt a kép alapján azt látjuk, ahogy a hamburgerek tésztáját, amilyen ilyen szép barna tudjátok, cipőkrémmel kenik be. Cipőkrémmel. Mert amúgy úgy képzeljétek el, hogy ezeket nem sütik meg, tehát amiket láttok a képen, azok nincsenek megsütve, azok nyers hús, nyers minden, aztán ilyen cipőkrémmel bekenik és szép lesz. Mert ugye úgy lesz az a hatás, hogy egyenletesen sütik meg. Sütik meg? Sütik, nem? Süti. Még az lenne meglepő, hogyha még a mi kajánkat is bekennék, hogy jobban nézzen ki. Egyébként, hogyha tetszik az ilyen jellegű videó, és esetleg nem csatlakoztál volna még, akkor ne felejts el most egy feliratkozást dobni, így nem maradsz le a következő hasonló videóról, ugyanis rendszeresen vannak ilyen jellegű tartalmak a csatornán, egyre érdekesebb és kiégetőbb témákkal. Na a következő az viszont nagyon király. Szóval, lehet még egy picit lenne bűvök. Tudjátok, hogy egyes sütik ilyen nagyon jól szoktak kinézni, ugye a tévében, meg igazából kiállításokban is, mert itt nem csak arról van szó, hogy valamit lefilmeznek, hanem tulajdonképpen mint minta kiállítják. Tehát ilyen tökéletesen néznek ki. Aha. Hát bakker, a sütik azért néznek ki tökéletesen, mert karton tesznek bele. Fogják és úgymond a lapok közé nem csak krémet tesznek, hanem betesznek egy jó nagy darab kartont, aztán azt is szépen krémmel lekenik, és kész a tökéletes süti. És azt írják, hogy egyes szendvicsekben meg ilyen burger cuccokba is. Burger cuccokba mi van? El tudnám képzelni azt az embert, aki így azt mondja, hogy de jó néz ki a kirakatba az a süti. Baszki, nincs egy fillérem se, akkor most mit csináljak? Megvan. Ellopom. És amiután ellopta a sütit és beleharap, mondjuk elméletileg a karton az nem mérgező, mármint hogy gyakorlatilag fából kéne legyen, ami nem mérgező. Szóval, na mindegy, azért ne egyetek kartont, jó? Wow, ez is nagyon király. A sör, a németek egyik kedvenc itala. A sör! Sör! Ugye a reklámokban szoktátok látni, hogy amikor töltik a sört, akkor ilyen tök jó habja van, meg minden. De ez mondjuk személyenként változik, de én nem szeretem, hogyha ennyi sörön ennyi hab van. Viszont a sör habja jól néz ki meg minden, de nincs az igazi hab feelingje. Ezért a reklámokban nem csak azt szokták csinálni, hogy kitöltik a sört, és akkor szép habja van, és az jól néz ki. No! Fogják, a szappant leveszik az izéről, a fürdőből, és így beletöltik. És ugye hát tudjátok, a szappan az habzik, mert hát... Ezért egy olyan sokkal másabb stílusú, helyenként művészi habot kapunk. Képzeljétek el, hogy ezt használják ahhoz, hogy sokkal ízletesebbnek tűnjön az a sör. Aki iszik, az úgyis megissza. Ezt most tényleg nem gondoltam volna. Tehát, írjátok le a komment szekcióba, hogy szeretitek-e a fagyit. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán, aki nem eszik fagyit? Biztos van, mert hát végül is. De a fagyi az ugye nyáron hát mennyire király. Főleg télen amúgy. Múltkor konkrétan ősszel láttam egy csávót, ilyen körülbelül 7 fokba, ette a kis fagyi pálcikáját, hát mondom jó. Amúgy általában az ilyen vicces dolgokat, hogyha látok az utcán vagy bármi, az úgy Instára kiszoktam rakni. Ha már én nevetek, akkor miért nem esetek ti is, úgyhogy ha valakit érdekel az Instagram itt, promó. Na igen, hogyha van Instátok, akkor nyugodtan kövessetek be, Csongifóra nevem, és ja. De most nem akarok eltérni a videótól, mert az a lényeg, hogy a fagyi a reklámokban, hát az úgy nem fagyi. Mert ugye tudjátok, hogy a fagyi az olvad, igen, tudjuk, Kresszer, mondjad már. És most képzeljétek el, milyen nehéz ennek kirakni a fagyi gombócot, szépen eligazítani rajta az epreket, a szirmokat, hogy minden tökéletesen jól nézzen ki, és amikor a kamerával így fognád és lefényképeznéd, akkor így már arra megolvad az egyik gombóc, és úgy szépen folyik, és az nem néz ki jól. Ezért úgy akadályozzák meg azt, hogy a fagyi megolvadjon, hogy
nem fagyit fotóznak. A reklámokban a fagyi ilyen összetört krumpli. Tehát, hogy így összeturmixolják szerintem a krumplit, és ugye ezt bizonyos ilyen színezékekkel megszínezik, gombócnak formálják, és az aztán sose olvad el. Magnifik. Kiégett az a videó, komolyan. És ha már a fagyiknál tartunk, ugye általában a tejszínhabot, ezt nagy szeretettel szokták használni az emberek, mert ugye úgy megadja a feelingét a fagyi mellé, és jól is néz ki. De a reklámokban nem tejszínhabot látunk, mert ugye az is egy idő után a melegtől azért úgy... hanem... borotva habot. Megvan a kedvenc kajám. Tudjátok mi az? Ilyen krumplipire borotva habból. Egész nap ezt fogom enni ezen túl. Ja, és egyébként igen, epres ízesítéssel. A következő kép az annyira nem meglepő, de végül is lehet, hogy nektek érdekes lesz. Bizonyára ti is sok reklámban láttok ilyen jégkockákat, tudjátok, amik ilyen nagyon jól néznek ki, már szinte megnyalnád. És hát ugye nem meglepő, nyilván nem jégkockákat használnak, mert ahogy az előzőnél is, az jégkocka. A jégkocka is simán meg tud olvadni, meg hullámosan is. Ezért általában vagy üveg, vagy műanyag kockákat szoktak használni, és ez azért mondtam, hogy annyira nem meglepő, mert végül is ez logikus. Tehát most sokszor egy üvegkocka az jobban néz ki, mint maga a jég. Na, és jön a kedvencem, ami az index képen is rajta volt. Gyerekkorom egyik kedvenc, hát nevezhetjük azt, hogy desszertje, de ilyen 10 órai kajája. Hát ugye a reklámokban általában mindig azt látjátok, hogy a tej, amiben rakják a műzlit, az olyan valahogy más, olyan nem tudom. Általában, amikor a műzlit belerakod a tejbe, akkor a műzli az így elsüllyed. Hát kéve, hogyha levegő van benne, de tudjátok, hogy idő után úgyis elsüllyed. Na most a hirdető cégek úgy akadályozzák ezt meg, hogy nem tejbe teszik a műzlit, hanem ragasztóba. Vágod? Ragasztó? Hát ki nem gondolt rá? Tudjátok, a ragasztó az fehérebb is, olyan finomabbnak néz ki. Mondjuk én személy szerint nem vagyok tejes se, szóval nem tudom. Ti szeretitek a tejet? Műzlivel szerettem, de úgy magára nem tudnám vinni, valahogy úgy nem tudom. Nem vagyok tejes, bocsi. Csupa erő, csupa izom, minden reggel ragasztót iszom. No, a kóla. Ugye a kóla reklámokban szoktuk látni azt, hogy nagyon bezseg, nagyon-nagyon szénsavas, vágytam megiszod. És hát ugye azért az köztudott, hogy a kóla bár nagyon szénsavas, de soha nem fog úgy kinézni, mint ahogy az bármelyik reklámban. Igen, mivel a kólába általában ilyen mentolos cukorkákat szoktak rakni, és ez ugye olyan erősen pezseg benne, hogy az az érzésetek, amikor néztek mondjuk a videót vagy a képet, hogy ilyen nagyon szénsavas és ilyen nagyon finom, közben csak beledobtak egy mentolos cukorkát. Egyébként régen volt egy ilyen hülyeség, nem is tudom, még a haverjaim annyit szórakoztak ezzel, van ez a mentos, és bedobod a mentoszt a kólás üvegbe, akkor az úgy fel fog robbanni. És bár az üveg nem tud felrobbanni, mert tényleg nagyon nehezen lehet egy ilyen műanyagpalackot felrobbantani, de ez egy nagyon veszélyes dolog, mert konkrétan azt hiszem egyik ismerősöm járt, hogy a szemét majdnem kiütte ezzel a dugóval, mert ugye belerakta a mentoszt, rácsavarta, de nem elég jól, és így pak, elrepült a dugó. És így a szemem mellett, szóval... Ja, az interneten rengeteg ilyen videó van, például nagyon sokan azt csinálják, hogy beledobják, és akkor csak ezzel csak annyit látsz, hogy a kóla így kilövel. Utolsó! Semmit nem látok belőlem. A legutolsó dolog pedig nem más, mint a grill csirke, amit szerintem ti is nagyon szerettek. Egyik kedvenc kajám közé tartozik nekem is. Nyilvánvalóan a grill csirkét sem fogják megsütni, mert hát minek is, ahhoz, hogy ezt levideózzák és lefényképezik, hanem tulajdonképpen nyersen fogják kitömni WC papírral. Érted? Megfogják a WC papírt és kitömik a csirkét. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, aki vegetáriánus, az lehet az utolsót ne nézze. Egyébként én sem szeretek erről beszélni sose, tehát hogy én nem vagyok vegetáriánus, mert szeretem a hús, de úgy az állatokat szeretem, szóval nem tudom, ez ilyen nagyon-nagyon fura. Na mindegy, de hogy ugye WC papírra szokták kitömni, és általában nem csak simán ráraknak ilyen szószokat, meg ilyesmit, hanem ezt is színező anyagokkal szokták beszínezni, hogy ilyen szép barnás, sárgás, meg itt-ott vöröses legyen. Hogyha tetszett, akkor egy lájkot ne felejts el dobni, fejeljétek meg azt a gombot, hisz 2018-ban ez a divat, így látom, hogy érdemes egy következő részt csinálni. Elég érdekes egyébként ezeket látni, és remélem, hogy nektek ez a videó tetszett és hasznos volt. Hogyha esetleg akartok ebből egy következő rész, mert egyébként vannak még ilyenek, akkor nagyon szívesen bemutatom, ugye ez nem teljesen egy ilyen reakció videó volt, hanem tulajdonképpen egy ilyen informatív is, de reakció is, szóval mostanában inkább erre törekszek, hogy ne csak egy reakció videót lássatok, hanem legyen valami plusz tartalom benne, legyen egy kis magyarázás, legyen egy kis személyes vélemény a tapasztalataimról, ugye. Úgyhogy remélem, hogy bejönnek nektek az ilyen jellegű videók, és hogyha persze már feliratkoztál, meg minden, akkor én most elköszönnék, én Csongi, azaz Kesszel vagyok, egy nagyon-nagyon kellemes és szép napot nektek, és... Halihó!